azzal mással szemben pedig rámutatok arra, hogy amikor hazamentünk, éhesen, koplalva, rongyosan, én keresztüllőve, még sebesülésem nem volt begyógyulva, és mind jelentkeztünk fegyveres szolgálatra a székely hadosztály, és mi is igyekeztünk a románokat visszatartani, a koplalás és a szenvedés közepettél védeni a hazát. A Károlyi kormány volt az, ami Rafolton parancsolt, hogy visszavonulni. A Marosnál hídfőállást létesítettünk, és a nagyváradi hadapród iskolának a páncélvonata ott kartáccsal lőtte a túlsó oldalt, ahol jöttek a románok. Vissza is vonultak. 3 napig hallgattak valamilyen kerülő utakon, tudtára adták a magyar kormánynak, hogy nem teljesítjük az előírt kötelezettséget, és akkor kaptuk Károlytól a parancsot, hogy a túlsó, a Maros hídjának túlsó hídfőállását, mint stratégiai pontot át kell adjuk a románoknak. A románok át is jöttek, és nem álltak meg Budapestig, a Hősök terén grasszáltak, fényképeket csináltak, és mindegy, Armata Gloriosa, la Budapesta, és mindent csendőrőrsön, minden kaszárnyába, minden jegyzőségen, minden hivatalos helyen nagy fényképpel hirdették, hogy a dicsőséges román hadsereg Budapeste volt. A Hősök terén, ott, ahol a félkör van, ahol a királyoknak a sora van. Nem mind csináltuk a háborút, mint csak ott harcoltunk. Akik csinálták, azokat kell megkérdezni. Ám nem látok, benne van a szilánk, a kezemet átszúrták, a lábomat ott vágta a granát. És hol volt ez? Melyik fronton? Ide frontról már nem beszél. Semmit a világon. Nem? Nem. Miért? Mitől ez a bizalmatlanság? Hát mitől van? Azért már egyszer azért csuktokba azt mondta a kommunista, másodszor meg azt mondta a büdös papista, papokba lógajabbába, már mindig a templomba van. Akkor meg azért ütöttek 14 napig gumivásztélvá. Na de ez nem ugyanakkor volt a kettő? Nem, csak egyik a másik után jött. Mi most úgy vagyunk, mint mikor gyerekek voltak az öreg 48-as honvédek, még éltek. 48-tól 908-ig, hát akkor voltunk fiatal diákok, gyerekek, akkor 60 év telt el. Most 918-tól 78-ig, most mi már 4 évvel öregebbek vagyunk. Igen, igen. Mint akkor. Hát, azok nyugdíjat kaptak azonban. Mi nem kapunk. Kíváncsi voltam a háborúra. Nem tudok más mondani, nem ilyen világosan, de hogy mi az, hogy néz ki, ezt tudni kell, hát 915-ben annyi idő telt el 48-ig, 1848-ig, mint most az első világháború körülbelül, és csak hallottuk a 13 arad vértanúról, Petőfiről, ahogy ő hősiesen eletett, valami legenda, valami, nem voltam hazafi, ezt nem lehet mondani, elég józan voltam, nem lelkesedtem érte, mégis kíváncsi volt, hogy mi az, hogy háború. 21 évesen abban a szemléletben égtünk, hogy a mi hazánkat 49-ben az orosz cári hadak gázolták le. És amikor Bárcsfánál és Máramaros sziget álltak orosz hadak, én, aki postatisztként föl voltam mentve, bementem a főnökségre, bár ott erőszakoskodtak, lemondattak az állásomra, önként vonultam be, nem egy katonának, hanem mint aki majdan egy ütköze során megmenti az ütközeet és megmenti a hazát, és a szivalakó hazát nem hagyja, hogy a cári hadak legázolják. Ez az indulat éget bennem. Onnan kezdve, amikor odaértünk, szemrevételeztük a várat. Aztán lebontottunk falut, egy falu Zsuravicát, mert a nagyú külövéseknek útjába volt. No most kérem szépen, aztán mindegyiknek megmondtok, hogyha valamit észreveszünk, a polyalkokon valami ellenségeskedés, hogyha ott jelentsük. Volt egy templom,
azt adhattak legutoljára, hogy ezt ne bántsuk, már lesz, ahogy lesz vele. Na most ottan a papok úgy dolgoznak, mind a paraszt emberek, az az orthodox vallás, felesége van, családja van, milyen van. Volt annak a papnak egy leánya. És a szapőrkapitán mindig sétálgatott vele. Hát mink láttuk azt, hogy ők udvarok, mi közünk mindig ahhoz. De egyszer, mikor a templomba jöttek, a szapőrkapitán túl lekérte magát, hogy bemegy a templomba, de a kapitánnak feltűnt az, hogy ilyen hirtelen miatt. Hát ő elment, megnyitta az ajtót, a templom ajtót a nő után, nem nyit ki a templom ajtó. De a nő elfelejtett valószínűleg a kulcsot betenni a kulcsukba, vagy benézett, és látta, hogy a lány bemegy a izé megé, a nagy oltár megé. Hát mit tudod, hogy nem tudod bemenni, nem tudod bemenni. Oda hitt egy katonát, belőttek egy éleset a zárba, szétvette, az bementek. Hát ott volt a papa, izé megett, a oltár megett, ott volt a távirat, ott volt a lánya. Hát ezt mindjárt megtudtak, hogy itt a telefon összeköttetés van az oroszokkal, annak a papnak. Kérem szépen, lehúztak egy faágat, ez valóságos igaz volt, ott ezek a big fák, vagy gyurcsánfa volt. Lehúztak egy ágat, két katona fogta az ágat, voltak azok a konzervás dobozok üresek, arra ráállítottak a papa, meg a cigány a másik, rátette a nyakára, kötelezett meg az ága fel. Na mostan, rántsatok föl! Elődítettek, ez ízi felrántotta a faága papat, aztán rátették a mellé, hogy így járnak az árulók. Most kérdez szépen ez meg, hát egy kicsit az emberbe a vért megfüllesztett egy kicsit, hogy így jártak, hát ez nekünk is egy kicsit olyan figyelmeztetés lesz, hogyha társuk magunkat azért, mint katonák a regulár. És akkor látom, hogy négyen, öten elérték már a vonalat, és hirtelen feláll egy hatalmas, nagy, gyönyörű, szép orosz gárdista. Ömlik a vér a szájából, és csak bezuhan az én ölembe, és csak annyit kiált, voda-voda. Rögtön kiáltottam a legényen, meg azonnal vizet ennek az embernek, sebesültévék, rögtön hordágyat, vigyétek hátra azonnal. Ez, hogy voda-voda, ezt én még ma is megszoktam álmodni, és úgy él az életemben, mintha én mondtam volna a voda-vodát. Esik eső, nyakig járunk a sarba, semmi színél hulamuszka rakásra, szeretne ő a várba betörni, magyar honvéd, alig győzi, lelőnyi, srapnel robban hula magyar bakákra, de a baka bátran meg a lehelyét, célba veszi a muszkának a fejét. Jó fiaim, a várat ne hagyjátok, négy nap múlva segítségén hozzátok. Nem is kellett több aztán a bakáknak, szuron tűzön ment neki a muszkának. A Csaszkóvki századja ment előre, elhullott egy pár jó fiú belőle. Mire megjött a várba a segítség, be se várta, futott már az ellenség. 40 000 emberét elvesztette, elment kedve betörni Semiszlibe. Napfény derül, beborítja a várat, szádasod úr, kihívta a bakákat. Ősz királyunk, azt üzeni ti néktek, Isten áldjon derék magyar honvédek. Húja sziget, igen. Amikor ez a Semiszli, ez az erős vár elesett a Kárpátokba, onnan kiabálták, hát Tíma Zsári, Semiszli, Pomiszli. Semiszli, ja, most nem mit eszembe. Poginuli Semiszli, Tíma Zsári. Ez azt mondja, Szád, Idi Roszki, Vojszki, Bécsi, Budapestu. Aztán utána persze... Mit jelentett ez? No, azt mondja, hogy ti magyar, te magyarok, tudjátok, elesebb Semiszli, most az oroszok mennek Bécsbe és Pestre. Aztán az ellenkezője, ez lett belőle, mert kérem szépen aztán nagy erőket tudtak a miénkbe dobni, és ez volt március 22, mikor elesettek Semiszli, május 4-én meg már visszafoglalták a miénk Semiszlit. De akkor aztán be is mentek orosz területre, vagy 200 kilométer. Kimegyünk, a falu szélére kiértünk, hát így csak a volt. Hát kérem szépen, olyan pofont adott, hogy majdnem elestem.
az egyik. A másik meg segbe rúgott. Ő az Isten baj. Kicsodák voltak ezek? Szerbek. Szerbek, de úgy tudtak magyarul, mint én. Na szóval nekem se kellett egyéb. Mondom, itt már nem ez baj. Vettem el a hűzőt, bőbb belelőttem. Belelőttem és elszaladtam. Ott hagytam. És kérem szépen, a másik az meg elszaladt. Az, aki belelőttem, az elesett, de az is segbe rúgott. Így aztán akkor hazamentem. Sebben, mikor elfoglaltuk Sabátot, akkor kivertek, és a sebesülteket nagyon megcsönkították a szerb asszonyok, meg mit tudom. Ezért rendelkezik. Hogy? Hogyan? Fölvágták a hasát. Én láttam egy zászlósnak a hasába benne volt, hogy 5 kiló krumpli. Hát, meg zöldség, meg mit tudom, mint elirakták. Mindenkinek a hasát fölvágták. Ez még egy furoly roham alkalmával történt, hogy egy falun beli barátom megsebesült. Én, hogy kiáltott, rohantunk előre, hogy kiáltott, oda néztem. A lábom megakadt egy szöderindába. Hasra estem. Ő még ezt meglátta. De őtet a szanitézek elvitték, Nagyváradra került a kórházba. 2 hónapig ott volt, akkor hazaengedték egy hónapi szabadságra. Elment a szüleimhez. Megmondani, hogy látott engem elesni. Akkor nagyították meg ezt a képet. Egy kisebb képemről. Igen. Elsirattak, oda van az öreg. Vagy öreg, a 20 éves gyerek volt. Ajja, Isten itt nek. De én azt elugrottam, rohantam tovább. De ő ezt nem látta. Nem tudtak 6 évig a szüleim rólam. Csak tudták, hogy oda vagyok. Elkönyveltek. Első tárgyalás volt Bécsben a külügyminisztériumban, július 7-én. Tisza István volt az egyetlen magyar, az egyetlen jelenlévő magyar úr, aki szót emelt egy háborús megoldás ellen. Ez tény és való, kérem. Szót emelt ellene. Azután ezt írásban is előadta 9-én a Ferenc Józsefnak, aki nem volt Bécsben, hanem Isrőbe tartózkodott, már nyaralóban. Tehát, és ezt a memorandumát a Tisza Istvánnak, a magyar miniszterelnöknek és a magyar kormánynak, Ferenc József augusztus 16-án látta moszta, és írta rá a dátumot, mert addig valaki elnyugta. Ismeretlen. De a Tisza Istvánnak és a Magyarországnak az álláspontját ugyebár az okvetlenül ki kell hangsúlyozni, mert ezt letagadják itt mindenütt, kérlek szépen, itt letagadják mindenütt nyugaton, ugye, és ez pedig lenne egy nagyon fontos körülmény. Nékünk magyaroknak csak ez volt az egyetlen egy, és azt a Tisza Istvánt, azt kellett ugye aztán ugye agyonlőni. Az idő, hogy felkellett a nyavarra, hogy manakkor mi megettünk kutyát, lovat, mindent megettünk. Komolyan mondom, a lovakot, a kutyákat, mindent. A csehek szerették a kutyahúst, azok lerövőzték a kutyát, azt megették, megettük a lovakot. 20 lovat hattak meg az utolsó pillanat. És az volt a szerencsénk sokunknak, hogy azokat a lovakot agyon lövőzték. Akkor nekiestünk annak a lovaknak, azt nem nyúztuk meg. Ezt komolyan mondom, bizony Isten. Kivágtunk olyan darabot, szőröstű, bőröstű, azt lekapartuk a szőrt, bőt róla, betettük a kutliba, mondjuk a visztulóba vizet vinyozt, akkor főztük a húst, de nem vártuk, hogy megfőzön, megfőzön puhára, csak ráaktuk. Az utolsó éjszaka minden ágyú megszólaltat, amit csak, mert így volt adatva vart, amit csak volt muníció, tüzérmuníció, gyalogság, ki kellett lőni. Volt ottan a 30 és feles, nem tudom, ismerték ezt, a Bertának hívtam. Az 2 volt a vár környékén, azok nem, iparvágányon mentek, olyan nehezek volt, nem lehetett rámenni a leragadt. Még azt is betették az ágyú csővet a földbe,
akkor azt elsütték, azt szétvette a csőt a detonáció. Na mostan akkor azt minket összeszedtek, akkor aztán elindítottak bennünket Oroszország felé, Semiszlibű elkerültünk aztán Szamarkandra, mint foglyom. Este, amikor valahol megálltunk, rendszerint olyan helyen, ahol mi alkalmas volt a lovaknak is, meg hát az embereknek is, meg nekem is. Mert én rendszerint valami háznál aludtam. Egy ilyen alkalommal kerültem oda a jó 50-55 éves asszonyhoz. Aztán én magam nem is vettem észre, jobban megfáztam a kelleténél, aztán mikor lefeküdtem este, az még fönn volt tovább, egy kis idő múlva aztán hozza nekem a nyakamra, a torkomra vizes ruhát, még a homlokomra is. Hát, mit akar? Látta rajtam, hogy nagyon piros az arcom, hogy meg vagyok fázva, és magától csinálta ezt. Aztán persze jól esett, és reggelre frissen ébredtem. Hát ki aztán, hogy elgondolkoztam az egyik szerb milyen. Az egyik orvul agyonüt akárkit, a magyar vagy a katonagunya van rajta, a magyar katonagunya, a másik meg talán lelkét is odaadná. Aztán kérdeztem az asszonytól, mikor elköszöntem tőle, most mondja meg, hogy miért csinálta ezt? Én egy ellenséges katona vagyok, magam meg hát ugye az ellenfelünk, a Szerbia. Azt mondja, Gospodin Narednik, az őrmester úr magyarul. Gospodin Narednik, menne imam mazsarszki zemla, ha az ő fia meg magyar földön van, mint fogoly, pleni a fogoly szerből, pleni, és ha bolesna, az meg beteget jelent, ha ő ott beteg lesz, akkor talán a te édesanyád ápolja, majd a másirom. Hát annak az asszonynak aztán, olyan szépnek találtam, hogy olyan barátságot is olyan szépen bánt velem, hogy kezet csókoltam neki, amit nem tettem meg az előtt senkivel. Mi voltunk katonák, talán krumpistárt előttek, pedig nem. Mert hogy ne hazítjak önnek, semmit nézém, hogy állóharcban voltunk. De amikor megtámadtuk a kodákokat, meg a gyalogosokat, a századból legalábbis 200 elvetett. Itt olyan nagy idét annak, hogyha 5-10 meghal. Mi nálunk semmi sem volt, ha elpusztult abban az időben 100 meg 200 ember. Maga is részt vett ezekben a rohamokban? Persze. Hát meg is sebesültem. Volt a nyakamban volt a golyó. Itt van ezen a helyen. Mondtam ottan is. Ha nem igaz, az én családi Mihaja meget őrnagynak mondom. Ez szíves, én egy úr most vágja ki belőle, itt volt Kárpátokban. Kibökte, aztán meg kint meg itt vágott meg a kozáke. Akkor bőrösszágy voltam. Karda? És maguk mivel harcoltak? Fegyverrel. De milyen fegyvere volt? Ez a 85-es mintájú. Ez volt a legjobb fegyver akkor, abban az időben. De a román fronton hogy kerültek, azt kérdezem? Hát mert a román fronton, elég már 16-ban betörtek a románok. Én rám az úgy hatott 16-ban, mikor megjött a híre, hogy már benn vannak Marosvásárhelyen és így tovább, hogy egész éjjel bőgtem a sátramba és vertem öklömmel, azonnal megszököm, és lemegyek oda, hogy nem lehet elviselni, menjünk. Szíták parasztokat megvigasztalt, hogy nem sokára elindulunk, nem kell. Én olyan volt az egész, nem csak én, az egész üteg legénységét, ott különböző furcsa nevek voltak, alig volt magyar nevű tüzérünk, sváb, morva, zsidó és nem tudom milyen román nevű tüzérekkel voltak telefonistákkal körülvéve, és az egységes volt az irány, hogy boldogan mentünk Erdély a haza védelni, mert nem tudtuk Erdély nélkül elképzelni a magyar hazát. A nacionalista érzés és a nemzetközi humanizmus az valahogy mindmáig tisztátalan fogalomkörök. Nehéz határt vonni, hogy meddig nacionalista az érzés, és meddig már azon túl.
egymást, a kölcsönös segítség felé forduljon az indulat és a gondolat. Turon rohan kérlibabban a történt. Mesélj el, hogy hogy volt. Amikor kérem Turon rohan volt, akkor mi nekünk hirdették, Turon rohan lesz. De ma, akkor mindig 6 éles balát ettünk a fagyvárba, csak 5-öt szabad, de a Gollók hegyeit álnyírtük, akit meglőttünk vele valósággal, egy nagy izért nyomott rajlukat. Így történtek a szuronyrohamok. 17 szuronyrohamot visszadobtunk. Már kérem, jött az orosz tangó harmonika alvá. Akkor volt neki a pálinka, amit Vutkinak hét, abba hegyes paprikát belemátéjték, neki adták, aztán volt belülő. Aztán ki, ha nem ült. Aztán nem engedtek addig lőni, még 50 méterre, bár nem jött két gyérpuska hangot, aztán is kellett lőnünk. A föld egy araszorba lett állítóba. Aztán négy lesöpörtük őket mind. Na később elkerültünk Romániába, 1914. augusztusába. A román háború kiütött, Vladimir Volinszkiba azt mondta a katolikus pap, menjetek le Romániába, de a bőrcsőbe lévő csecsemőt is leszúrjátok, még azt se adjátok meg. Akkor én négyszer között megkérdeztem tőle, miért mondtad te ezt? Azt mondja, szövetségesünk volt, a román, előző nap szállítottuk neked mexikói fegyvereket, most hadüzenet nélkül orvul támadott bennünket. Na aztán kérem, lőttük őket, hullottak, mint az ápol, egy zászló megadta magát. Akkor nekem kiadták a parancsot, itt megy az út, egy erdőbe keresztül, majd mikor a magyar őrök elmaradnak, nekem le kell őket géppuskázni. Tehát a géppuska be volt állítva ebbe a mintába, keresztűzbe. Egész éjjel sírtak, régtek, de reggelire elvéreztek, elcsöndesültek. Kérem, egy századra lehetett söpörbe. Hányan voltak benne? Abba a századba? Nem lehet megolvasni. Kilibabánál. Ők voltak az egyik hegyen, mint a másik hegyen, tudja. Ott a, ők előtt is volt izé, sörény, drót, mi előttünk is. De mink az oroszokkal összebeszéltük, az őrökkel, hogy izé, ne bántsuk egymásban, meg ez meg az. Úgyhogy volt köztük egy őrvezető, az jó tudott oroszul. Ott ez csinálta össze bennünket. Szólt az orosznak, oroszul, azt akkor mondták, hogy de ne bántsuk egymást, hogy kimentünk két drót közé. Azt ott lefeküdtünk szépen, azt ottan beszélgettünk meg. Mindig mondtuk az őrvezetőnek, kérd meg már ezt, meg így, kérd meg. Hát aztán megkértem, meg felállt rá, meg minden. Lehet, hogy nem tudták a tisztek, ezt nem szabad ott tudni, mert akkor kibasztak volna velünk. 1917-ben volt az, amikor az oroszokkal annyira jóba voltunk, hogy átjártunk beszélgetni egymáshoz. És az oroszok adtak nekünk cigarettát, mi még adtunk nekik valami más, ennivalót, nem tudom mi, és egyszer azt mondja az egyik ember nekem, valami káplár, hogy menjek már én is át beszélgetni egy kicsit az oroszokkal. Mondom, hogy nekem nem nagy kedvem van, de ha már te mondod, hát elmegyek veled. De mikor már mi elmentünk a Csárdakihoz, az egy hegy, felmentünk, akkor már nem az oroszok voltak ott, hanem a, mert az oroszok, hogy béke szerződést csináltak, vagy befelelődött, Brest-Litovszki békét csinálták, ők elmentek, és helyükbe az olajok jöttek fel a Csárdakira. Hát aztán bevezetett ez a káprár engemet úgy, ahogy ők szoktak. És mikor el akarunk könni, azt mondja az olá, tudod, jó magyarul, hogy nem mehetnek el foglyok. Mondom, én fogoly vagyok. Hát nem fogott engem az. Azt mondja, igen. És mondom, hát hova visznek? Azt mondja, hát Sipota. Sipota. Ez volt egy fogolytábor, ahol legalább nagyon sok fogoly volt. Nem tudom szám szerint menni, de nagyon sok fogoly. Az összes fogoly, ami Romániába
fogságba került, mind itt volt Sipotán. De hultak is az emberek, mint a legyek. Azok a kitüntetések, amelyeket én kaptam, azok mind kemény ütközetek következményei, ahol ezrek és ezrek pusztultak el, hogy én megmaradtam. Imádkozott értem az édesanyám. Egyszer hazajöttem szabadságra. Egerben, ahol étkeztünk, a tiszti étkezde volt, amint beléptem a tiszti étkezdébe, összecsapták a kezüket a tisztek, hát te még mindig élsz. Ebben a mindig élszben ebből kiérzett a gyűlölet irántunk, akik a fronton voltunk. Mert idehaza nagy dáridók voltak, óriási táncmulatságok, mindenféle, ameddig mi ott szenvedtünk, 10 napig valahol, 10 napi tartalék, 10 napi pihenés, 10 napi tartalék, 10 napi első vonal. Kitartottam a fronton, mert nem illett ott hagyni, és nem volt, hogy nem, mégis mindig nem kívántam, hogy a háború elvesz, ha már folyik. De már nem hittem a fegyveres megoldásban, hit nélkül maradtam a fronton. Csak a kötelesség érzet és a zsellér testvérek, mert egyre többen kezdtek úgy fölmentésebük elszivárogni, földbirtokos fiúk és így tovább, ugye haditárményhez behozott fiúk, ugye aktív tisztek húzódoztak vissza. Szóval úgy lassanként úgy kiszörődött a front, és itt volt egy a vonalba egy áldozati, halálra szánt tömeg, és hátul a trének, ahogy mentünk hátrafele, ott már mindig kihízottabban, ugye, ivasalt ruhákban, engem, ha mentem hátra, szabas jöttem, akkor lelkismert furdalással, rostélyossal kínáltak, azt hittem a fejükkel borítom azt a tányért a rostélyossal együtt, és még hátra pedig a vezérkarnál, vagy a hadosztályparancsnokság még kevésbé, sose láttak ott a golyót közelül, sem nem, se robbanó repülőtámadás mi akkor nem volt. Ezek úgy éltek a dupla háború zsoldal, ugye rádióval, francia pezsgővel, grófi kastélyokban, hadosztályparancsnokság, ez így ment. Szóval hazaértem, nekem járt a mezőtúri újság, soha annyi bál nem volt 50 év alatt mezőtúron, mint akkor egy háborús évben. Olyan bőség vidéken, mert a maximális ári nem adták a parasztok. És 220 holdas nagygazda, nagybátyám azzal dicsekedett, hogy a jogkandak javára, vagy bedobott a templomba, persejbe 20 fillért. És közben inkább a disznóknál öntik a tejet, mondták, nem adják maximált árért. Budapest éhezett, Ausztria majd éhen döglött, Csehország, itt meg a vidéken olyan ebédek, vacsorákra hívtak, nem tudták, hogy milyen ellenérzést váltanak ki. Hogy előfordult, hogy 2 nappal a szabadságem előtt visszamentem a front. Fogjon a géppuskát, lesz egy gyorsan! Itt az orosz! Elveszi a géppuskát, mert alacsony padlások lennek ott fel, és felszaladok, hát annyi az orosz, mint az égen a csillag. A nagy hosszú köppenybe, de legalább 30 orosz varrója jön befele, mert elfogták a 29-eseket, és jöttek, hogy mondjuk, hogy minket is bekerítenek. Luxardó generálmajor, az meg a szorszész házban, az öreg. És mikor vége lett, akkor én a gépuskát felállítottam a három lábára padláson, és Absztrájen, hát természetesen lefeküdt a rettenetes sok orosz. Hát mit nem mondhatok, olát, mert oroszok voltak. És 4 órára vége volt az ütközetnek, legalább 2400 hadifúgó. Aztán visszakerültek a ezék is, a 29-esek, a beszélekek. Szóval visszafogtuk a fogjukat is. Harmadik napra
Luxlandó generális feltűzteltem kis először azt a büszkeséget soha életemben, a többet ér, mint 50 arany vagy nem. A háborús lelkesedés, amely egész Európát sajnos elöntötte, és talán kevés olyan katonája volt hadseregnek, aki ne érezte volna jobban, ha kicsit messzebb látott, hogy a legnagyobb veszély éppen a mi szívalakú hazánkat fenyegeti. Nekünk semmiféle foglalási szándékunk nem lehetett, mert még a reakciós Tisza, aki legtovább ellenezte a minisztertanácsban a háború hadüzenetet, és tisztában ő volt leginkább tisztában azzal, hogy minden négyzetkilométer rontja a magyarság potenciális erőtényezőjét a monarchiában. Minél több szláv kerül, ha a monarchia terjeszkedik a Balkánon, annál kisebb lesz a döntés lehetőségének a hatásköre a magyarság szempontjából. Hogy nekünk nem kell győzelem, és nem kell a monarchia, hogy tovább terjeszkedjék. De mi katonák olyan lelkesen mentünk be, hiszen nem én mondom, ezt már sokan megírták, hogy az első időkben, 14-ben 20-30 koronát fizettek azért az irodai őrmesternek, hogy az első menetszázaddal ők jussanak be a haza védelmébe. Volt olyan barátunk, aki a szallagot, hogy nem tűzhette fel, mert a kalapon, a merzőzőtök, a bemaradott katonák, például még öngyilkos is lett. Ilyen volt az első, ilyen örömmel mentünk, amikor azt tudtuk, hogy hát szerették, meg szerették is, mindenki éltette a háborút, nem szabad ezt tagadni. Mindenki, nem volt se öreg asszony, se öreg ember, aki nem mondta volna, eljön a háború, majd fiaim, számoljatok le Szerbia, megáll, kutya Szerbia. Ez az, megáll, igen. Hát Szerbiába ottan rohamra mentünk, tudja? És kérem szépen, ottan rohamoztunk, hát ugye az ember onka bolond, mikor látjam, amatisztet úrták. Ott én összeszaladtam izével egy másikkal, de én rám kettő szaladt. Hát ő az én puskámat elütötte. Nem bírta vagyon szólni. De a másik, aki a másik volt, az mindenet így belém szólni. De volt nekem egy másik címborám, az meg ezt, aki engem vagyon szólt, még az volt a szerencsém, ezt agyonit, agyon vágta. Mindjárt. Így már akkor nem szúrta, hanem puskával agyon vágta. Ha nem vágja agyon, az még egyszer belém szúrja. És akkor én elestem, annál még először elestem, és akkor úgy jöttek azt a sebesültőjék, azt a mindjárt elhúztak onnan, bekötöztek. Valahol fasz nem is volt semmi bajom se azután. Nem. Több ilyen rohamba is részt vett? Voltam nem csak egyszer rohamba. Többször. Úgyhogy hát a rohamba voltam kb. 7-szer vagy 8-szor ilyen rohamba. Uh-huh. És hát mindig megmenekültem. Mindig, hála Istennek megmenekültem. Előfordult, hogy az ellenséges gépnek a pilótája ilyennek lefagyott a lávárzat, nem tudott lőni. Én figyeltem, hogy ő mit csinál, mert láttam a derékig fölül a gépből kint, láttam, hogy ott bíbelődik, és sokszor volt úgy, hogy intett nekem, és akkor már tudtam, hogy baj van, lefagyott a géppuskája. Az enyém még működött, de én is föltartottam a kezemet, intettem, és elrepültem a helyre. Nem lőttem le könyörtelenül. Ugyanúgy tettek ők is. 2-3 nap múlva elrepült a repülőtejünk fölé, és egy kis szálló ejtőernyővel üzentek, hogy
ich danke Ihnen, Ihre ritterliche Verhalten. Nagyon köszönöm az ön lovagias magatartása, hogy hagytam őt futni. És én szintén kaptam tőle üzenet, ilyen üzenetet. Az én gépemen egy vágtató magyar huszár volt ráfestve. Az ellenség az üzenetet úgy címezte meg, hogy Österreichische Flugzeug mit reitende huszár abzeichnen, vagyis osztrák magyar repülőgép vágtató huszár lovas jelzéssel. Az első világháborúban lovagiasak voltunk egymással szemben, még olyan paragrafusok is voltak a szolgálati szabályzatban, kérem uraim, csodálkozni fogtok azon. Hogyha valahol nincs elegendő segélyszem, egészségügyi személyzet, szanitécek, akkor az ellenségtől kell kérni, és az gondoskodik majd róluk. De azután az szanitéceket vissza kell irányítani ahhoz, aki adományozta őket, ugyebár, és akiktől jöttek. Ugye, ennyire mentek orvosokra, ugyanez vonatkozott. Érthetőleg. Azután ugye a második világháborúban a Beck lengyel külügyminiszter azt mondotta egyszer, hogy voltak vallásháborúk, voltak azután dinasztikus háborúk, voltak hódító háborúk, és a következő háború azonban egy szörnyű háború lesz, mert a kiirtásra fog menni. A hivatásos tisztikar a 101-eseknél is igen erősen osztrákok voltak, mert a közös hadseregben a magyar tisztikar mindössze 11%-kal volt képviselve, és 75%-a pedig lent német ajkumak voltak. Ebből kifolyólag ugye az a tiszt nem tudott az emberekkel foglalkozni közvetlenül, hanem csak tolmács segítségével. És ha annak a bakának valami problémája volt a családban, és tanácsot kért. Hát nem tudott tanácsot kapni a disztektől, minek a századparancsnokától, minek utána a századparancsnok nem tudott magyarul beszélni, és a mi 101-es bakáink meg nem tudtak németül beszélni. Volt egy nagy francia nagykövet, Miklós idejében, Szárizmus idejében, 14 idejében. És amikor mi belementünk a háborúba, tehát 15-ben járt az idő, ez a francia nagykövet kérem szépen egy olyan javaslatot tett Szaszanov orosz külügyminiszternek, hogy Magyarországot ki kell ugratni a háborúból. Erre Szaszanov azt mondta, hogy nem, az osztrák-magyar monarchiát meg kell semmisíteni, el kell törülni Európa térképéről. Nagy ember volt, és ez egy közös ezred volt, mindig egy cseh tiszt volt a fő, az ezred parancsnok. És ott a kő, őrnagyot, meg kapitány úgy kezdtük el, hogy az vitt, mint kapitány vitt ki engem. Nem szerették, mert magyar ember volt. Össze is vesztek, mikor a Piavén túl voltunk. Azt mondta, a brigadíros poláknak hívták, azt jól emlékszem, hallotta mindent. Azt mondja, vigyük vissza az ágyukat, amit a tüzek elhoztak. Azt mondta a kő, Herr General, meine Truppe ist eine Kampftruppe. Ne legyenek felé. Az én csapatom, az harci csapat, nem pedig egy munkászázat. Ott hatta, tábornoknak mondta ezt. Mi átmentünk, mi a 76-osok azok. Egy...
felidézik ezeket az emlékeket. Még nem jó elgondolni. Igen, jó ezred volt, bennünket tényleg oda dobtak, ahol legjobban köllött, itt is nekünk köllött áttörni. Át is mentünk. Ez egész fronton, azt lehet mondani, a mi ezredünk, hogy ez kiválóan dolgozott. Átmentünk akármilyen nehézség, eddig vízbe összefogózkodva, hol az egyiket emelt, hol a másikat. Megsebesül, elengedte az ember, elengedte a kezét, azt elvitte a víz. De mégis átmentünk. És ott annyi olaszt fogtunk el, hogy ott a parton ültek százával, azok megadták maguk, azok, mikor kezdték mikor már mit tudtunk küzdeni, akkor azok elfutottak, akkor azok megadták maguk, a gyáva nép voltam az olasz. Annyi látott, hogyha ott lett volna egy valami jó tisztjük, összeszedte volna azokat az embereket, bennünket botba vertek volna agyon. Annyira el voltunk mi csigázva oda átmenni, és ezek meg anyan voltak. Volt olyan, amelyik meg itt kapott egy lövést. Mesztelen volt. A lélegzetet vett, mindig kilökte a vért, egy kicsi vér jött ki mindinek. Bevágott a kanálbetemet, egyben őket szoktak, úgy már szinti a földből. Mégis előre mentünk. Akkor az a kőtábornok azt mondta, gyerekek, el vagyunk árulva. Mert nekünk a stall, mert kellett csinálni ilyen négyszöletes mézből, festékből egy jelet, hogy a tüzérségünk lássa, hogy mi hol van a mi vonalunk. És pont a vonalunkba lőttek bele, mintha direkt, úgyhogy nem tudtuk tovább menni, mert a vonalunkba lőtt be. Minket nem vertek meg a fronton, itt a Diasz-féle szerződés aláírás, itt abban a hitben, hogy fegyverszünet van, a hadsereg kezdett visszavonni, és a marha olasz sok kudarc egy hadvezetőség, hogy tudjon demonstrálni győzelmet, a hátat fordító katonák a százezrét elfogta. Nekik sem volt ennivalójuk, elég ahhoz, hogy ennyi katonát. Tehát így lett aztán a haddicsőség az olaszok számára ez a háború, mert mi tulajdonképpen azt az olasz hadsereget, azt akár 10 év is tudott volna áttörni, ha lett volna élelmünk és golyók.